Előnarráció a Stúdió K. Színház 100 plusz holdas pagony című mesejátékához. Üdvözöllek benneteket! Lendvai Zsóka vagyok, az AKU Egyesület munkatársa. Az előnarráció, amit most hallgattok, látássérülteknek akadálymentesített, azaz audionarrált előadáshoz készült, és célja, hogy megkönnyítse a történet követését a látássérült nézők számára. Zalán Tibor, 100 plusz Holdas Pagony című darabja, műfai besorolás szerint bábelőadás nagy gyerekeknek és felnőtteknek, a stúdiókás meghatározás szerint pedig Ámulat Mici A színház ajánlójában a következő szöveg olvasható a darabról. Gedeon bácsi a lomtalanításra szent ócskaságok között játékállatokra bukkan. Különösen Zizi Mackóna körül, aki régi meséjére, a Mici emlékezteti. És hát a többi kidobott játékállat is ismerős. Caca, a falatka mangalica, aki mindig az események középpontjába kerülne, a barátai árnyékát mégis rémisztő elefánt árnyékának véli. Gyuszi, a nyuszi bazár boltosa, aki furfangos csellel akarna megszabadulni Kárla és a zsebében lakó nyüzsitől, ők ugyanis valamilyen ausztrál papírdobozból pottyannak a száz meg egy pagony lakói közé. Nem elég, hogy fülöpke, még a farkát is elhagyja. Ez aztán a bölcselkedő szamár számára újabb kesergésre ad alkalmat. Nagy baj nem esik, mert a kapucsengő húzójául szolgáló csacsi farkat végül a tudós, bagjas doktornál fedezik fel. A fordulatos kalandok során nyomozás indul bizonyos titokzatos lábnyomok ügyében, aztán meg számos rejtére fény derül, de sok titok bizony, titok marad. Kérlek benneteket, hogy az előnaráció meghallgatása után kapcsoljátok be az internetet otthon, és ismerkedjetek meg a bábszínészek neveivel is a színház honlapján, mert a hangjukat biztosan a szívetekbe zárjátok majd a mesenézés folyamán. A darabot Fodor Tamás rendezte, a bábok és a látvány német Ilona munkája. Díszlet! A jelenetek helyszínei, límlomokból, mindenféle kidobásra ítélt kacatból épülnek fel a színpadon. Fák lesznek a fogasokból, amelyről párja vesztett sárga kesztyűk falevelekként lógnak, valamint egy elnyűt kalap incsiklandó illatával, mint lépes lépesmész hívja fel magára az izimackó figyelmét. Mohos kövek kilényegülnek a fonott kosarak, régi székből, asztalból, nyuszi erdei boltja elevenedik meg. Falatka, caca házi kója, egy kiszuperált szánkó, bagjas doktor lakóhelye egy fonott négyszögletes kosár, ami egy álló fogasról lóg alá. A domboldal három egymásra állított székből formálódik. Ha mindenki a színpadon van, a szereplők különböző ezen azon trónolnak. Van itt egy ősi háromkerekű bicikli, egy felfordított babakocsi, lyukas lavor, bicikliabroncs, rudakból összetákolt háromlábú szék, egy kicsi rozsdás vaskája. Nyuszi-gyuszi, mélyben nyúló, emeletes otthona, két asztal és egy szék halomba rakva. Zizi Maczkó az eldöntött szék háttámlájának rácsai közé szorul be, amikor pocakját telerakta mézzel. Szereplők, Zizi Mackó, milyen is lehetne? Hát egy pocakos, méz sárga fonalból kötött és piros textillel kitömött medve. Fülei kerekek, orrocskája és szemei sötétebb barna fonalból hímzettek. Angolosan kockás anyagból varrottak a lábai és karjai. Zizi mackó mellénye is kockás. A mellény a mackó gömbölyű pocakján nem ér össze. Kilátszik alól a tulajdonos a téglavörös pulóvere. Zizi mackónak kötött sája is van. Falat kacaca, az ifjú mangalicát igazi malachoz illő, rózsaszínű fonalból kötötte készítője. A bájos kis állat végtagjai egyenesek, lábacskái rövidek kék-fehér csíkos a pulóvere és boka melegítője. Nyakában apró lilás sál díszlik, vállaira egy-egy nagyméretű gombot vartak. Nyuszi-gyuszi homokszínű fonalból készült, nyúlánk testalkatú bolt tulajdonos, hatalmas felfelé álló fülei és nagy is sötétebb barnák melírozottak. Végtagjai egy-egy nagy gombbal vannak rögzítve a testéhez. Nyuszi-gyuszi orra körül fehér júsz látszik. Bagjas doktor egy igazi, norvég mintás bagoly. Nagy szárnyai a vállaitól karmáig érnek, és a bagoly teste mellett lógnak. A bölcsmadár arca fehér, fülei ívesen felfelé állnak. Fülöpke, a szamár, zsákvászomból készült. Lábai megalkotásánál hengeres formában sejmes anyagot tömtek ki, és egy-egy nagy gombbal rögzítették a testhez. A csacsi fülei óriásiak, Belül türkis színűek, szempillái nagyok. A szem és a pillák hímezve vannak. Kárla mama a kenguru vörös pulóveranyagból készült. Kárla végtagjai hosszúak, tappancsa nagy, mint nyuszi gyuszié. A kenguru mama nyaka olyan, mint egy garbújé. Az erszényes pocakján egy nagy csíkos zsepp mutatkozik, ami kicsinyének, nyüzsinek az otthona. Kárla Ausztráliából való, és mint minden rendes kenguru, Ugrálva közlekedik. Nyüzsi, Kárla meglehetősen neveletlen csemetéje, apró, kötött jószág, vörös és sárga fonalból készült, nyakán fehér szörgalér látszik. Gedeon bácsi mesél, és a zenei aláfestés is ő szolgáltatja. A zenész társaival együtt fekete nadrágban, ingben és pólóban jelenik meg a színen. A bábszínészeken fekete kesztyű is van. Az előadás hossza két óra egy szünettel. Zalenti bor eddig nyolc színdarabot írt a stúdió kászínház színészeinek. A rettentő görög vitéz és a Szamára torony tetején évek óta a stúdió kászínház műsorán van. Nem is csoda, hiszen minden gyerekeknek szóló mesejátékuk évről évre elnyerte a színi kritikusok legjobb gyerek előadásának járó díjat. Ez a szöveg is bővelkedik szerethető figurákban, költői humorban, a gyerekek számára ismerős, néha kecskerímekkel tarka szófacsarásokban. Német Ilona műcsarnokban kiállított bábjait még gyerekközönségként láthatták a ma már stúdióká színházba járó felnőttek, akik most iskolás lányaiknak, fiaiknak mutatják be őket. A meglepő az lesz, hogy ezek most igazi ronybabák, akiknek mozgatása még a színészek számára is izgalmas feladat. Spilák Lajos dalait egészen biztosan sokáig éneklik majd hazafelé a gyerekek, talán a szüleikkel együtt, mondta Fodor Tamás, a darab rendezője. Az előnarrációt készítette Petneházi emőke, tapasztalati szakértő, Kovács Lívia. A mindenkori audionarrált előadásokról keressétek az információkat az Aku Egyesület Facebook oldalán található események menüpont alatt, illetve a Studió K. Színház honlapján. Sok szeretettel vár benneteket a Studio K Színház és az Aku Egyesület!